most ébredtem, és ilyenkor nem szoktam kamerát ragadni, de kivételt kell tegyek, ugyanis <coughs> jönnek az e-mailek, jönnek a kérdések. Most már közel 400 ezeren néztétek meg a dr. Géci Gábor fizikussal készült <coughs> emlékalkotásomat. Helyzet van, ugyanis egyre jönnek az e-mailek, egy rövid kérdéssel. Mit lehet tenni? Most ugye, és sokan tudjátok, két nappal ezelőtt kitettem egy 15 évvel ezelőtt felvett kis filmet, melyben többek közt dr. Géci Gábor fizikus is részt vett, ő sajnos azóta mint tudjuk. A lényeg az, hogy helyzet van és muszáj válaszolnom nektek, muszáj reagálnom, ugyanis uh, így becsületes. Um, rengeteg kérdés jön, baromi sok a komment, ami nem baj, sőt először úgy gondoltam, hogy nem fogom őket elolvasni, aztán nem tudtam megállni, és egyértelműen kiviláglik belőle, hogy valamit kell mondjak, és nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy nem vagyunk egyedül. Ez az a szlogen, amit kb. 17-18 évvel ezelőtt az első kulturális kreatívokról szóló filmjében használtam. Hát azok is nagy számokat produkáltak, rengetegen voltatok kíváncsiára rájuk, mind Magyarországon, mind a környező országokból, a nagyvilágból. De a lényeg az, hogy akkor még uh, a beszéd szintjén tartott ez az egész. Rengetegen inspirálottatok, és nagyon kevesen tudtátok, hogy tulajdonképpen jó magam készítettem azokat a filmeket is egyedül. Miután olvastam a kommenteket, találtam köztük egy Erdélyben élő asztalos barátomnak a kommentjét, akiről egyébként készítettem nem régen egy kis alkotást. Elmentünk együtt a Vajda Hunyad várába, a terében. És egy szó ember, hasonlóan, mint én, szerintem bizonyos témákban több a tapasztalata, mint nekem. És ő is egy nagyon jó kommentet írt. Azt javaslom, hogy olvassátok el. Hasznos lehet mindenkinek. Amit én tudok mondani, hogy mit lehet tenni. Nos, egy biztos, uh, senkit nem szabad követni. Ne kövessetek senkit, engem se. Azok az idők lejártak, én így látom ezt. És elhihetitek nekem, hogy bár ne higgyetek nekem, de bejártam a világot elég sokszor már az utóbbi húsz év alatt, mint filmes, korábban mint uh, csellista. És amit megtanultam és észrevettem, hogy a kulcs a mai embereknek az, hogy organikusan, kicsi pontokban <coughs> megszervezzék önmagukat, ki hol, mit, amit tud, amiben jó, és akkor így hálózatosan jöjjenek össze, kapcsolódjanak egymáshoz. Erről szóltak többek között azok a tudományos kutatások aminek kapcsán inspirálottam én is, és akkor még akkori barátaimmal, egy-kettővel neki indultunk a kulturális kreatív projektnek. Most így 20 év után, közel 20 év után úgy látom, hogy talán megért rá a helyzet, hogy végre tudjunk kapcsolódni. Hálózatosodni. Nem tudom ki mondani. Hálózatosodni. Hálózatosodni. Igen, így mondják, jó. Tehát mit lehet tenni, ugye? Ez a nagy kérdés. Én csak magamból tudok kiindulni az én helyzetemben. Nekem Elég erős fegyverek vannak a kezemben, korábban a komoly zene volt, akkor is rengeteg ember tudtam inspirálni, ha jól játszottam éppen a hangszeremen. Uh, illetve most uh, ugye a média fegyvere van a kezemben, a szabad, uh, a szabad szabadúszó úgynevezett profi művésznek a, ha mondhatok ilyet, a fegyvere, a fegyverei, mert rengeteg filmet készítettem az utóbbi húsz év alatt, uh, kis filmeket főleg, de volt közöttük nagyobb filmek. Az utóbbi két nap történései kapcsán úgy látom, hogy talán most jött el az ideje, hogy 20 év után, hogy irányt váltsak, tehát nem kifelé fogok menni, hanem befelé. És ez azt jelenti praktikusan, mivel hogy a dévai asztalos barátom a kommentjében, amit korábban ajánlottam, hogy olvassatok el, mert nagyon jókat ír, ő az a rádiós srác, aki, akit egyszer meglátogattam a stúdiójában, a minden, ő lelőtte a point onnan Erdélyből, Déváról, és uh, ugye többen kérdeztétek, hogy mit fogok csinálni szeptember 30-án, mi az, amiről így beszéltem, egy ilyen furcsa <kül> fotóval illusztrálva a közösségi felenteimet. Nos, ahogy mondom, én befelé fogok most jönni, ez azt jelenti, hogy eleget rohangáltam kifelé, mint egy mérgezett a nagyvilágban a kameráimról. Most azt javaslom, hogy gyertek ti hozzám. Ezért létre fogok most hozni, valahol Erdélyben, nem most főleg ott dolgozok, ott készítek inspiráló kis filmecskéket. Az utóbbi három évben, bár tudjátok, hogy én Budapesten születtem, de a szüleim és az őseim mind erdélyek voltak, tehát én vagyok az egyetlen egy fekete báránya az öcsémmel együtt, akik Budapesten születtünk. Létrehozok egy stúdió, gyertek el hozzám, kopogtassatok be hozzám. Már építettem az utóbbi húsz év alatt azt hiszem két stúdiót, vagy hármat, ezek közül kettő videóstúdió volt Magyarországon, Budapesten, azokban a lakásokban, amiket béreltem annak, hogy próbáltam hazaköltözni, de nem sikerült külföldről, ugyanis a kulturális kreatív filmeknek hiába mentek akkor át, még otthon is, hát akkor még korán volt ahhoz, hogy úgy látszik profin együttműködjünk, de egy húsz év elteltével, és volt egy ilyen rádió amit még a hapszivacsokat is saját kezemmel tettem fel, E, jó volt, jó tapasztalatok voltak, viszont most úgy látszik, hogy itt lesz a következő stúdió, amit úgy fogok létrehozni, hogy Erdélyben valahol, ahol lesz egy hely. Kalotaszeg környékén, Kalotaszegen próbálkozok egyelőre most, 30 ánig egy lepukkant paraszházban, vagy egy szobában, beállítok egy kempingasztalt, két kempingszéket, vagy több kempingszéket és profi világítással, profi mikrofonokkal, profi kamerákkal, mondjuk hetente egyszer, ez a terv, műsorokat fogok készíteni, de praktikus, rövid, tanító jellegű, de olyan tanítást, ami inspirál titeket, hogy ti úgy csináljátok a dolgaitokat, ahogyan tinektek nektek kellene. Magyarul <coughs> nem akarok tovább rohangálni úgy, mint korábban, most is utazok még sokat, közép, kelet-közép-európában, a de gyertek el, már az első meghívott vendég elfogadta a felkérést, úgyhogy én neki a nevét nem fogom előni. Remélem eljön is, szerintem egy pozitív meglepetés lesz nektek. Magyarán praktikus embereket akarok fogadni, akik ötleteket tudnak adni nektek, és segíteni, hogy túlépjetek a, a éppen jelenlegi nehéz szituációtokból. Sokan írtatok, ahogy korábban is említettem, voltak köztük gratulációk is, meg hogy irigyeltek, hogy szabadfilmesként bírom ezt, a, ezt az életformát. Hozzá kell tennem, hogy a mai napig <coughs> néhány emberen kívül engem például anyagilag nem támogatott senki. Ennyi. Tehát alapvetően ezt a húsz évet úgy csináltam végig, hogy már többször elmondtam a feleteimben, hogy mindenem megvan, de még sincsen semmi. Hát ezek a ezek az új testamentumi minőségek, amiket hát bizonyos szempontból nekem élnem kell, mert csak így megy ebben a beteg rendszerben az egész. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy nem változott a húsz év alatt semmit az életem abból a szempontból, hogy amit kiküzdök és elmegyek a világ végére, és ha kell, és elhozom nektek azokat az infókat, nagyon más infókat, amiket általában lehet látni a, YouTube-on és egyéb felületeken. Ezért is néztek valószínűleg sokan, de itt nem én vagyok a lényeg, hanem azok, akiket én megmutatok nektek, nehéz őket elérni és megtalálni. De mi mindig ott tartok így 20 év után, és, és ennyi film, ennyi nézőszám után, hogy még mindig nem vagyok benne biztos, hogy szeptember 30-áig lesz annyi pénzem például, hogy ezt a stúdiót, vagy ezt a kis helyiséget, lepukkant parasztházat tegyük föl, valahol Kalotaszegen ki tudjon bérálni. <kül> Mert én így élek. Tudom, hogy hihetetlen, vagy nehéz elhinni, de, de ez így megy, ugyanis ezzel a szabadsággal tudok csak úgy alkotni olyan dolgokat, nektek és magamnak is persze, mert rengeteget tanulok az egészben, hogy folyamatosan tudjam csinálni. Ami tény, és ami szomorú, hogy hát igen, az olyan zsánőrő emberek, mint én, azok elég korán elmennek, és ez, ez így van, tehát ezt ne értsétek félre. Én is szíves vagyok, elmondhatom ezt a privát kis infót, <kül> vannak gondjaim az egészségemmel, a stressz az öli az embert, az gyilkolja, ezt is sokan tudjátok, mint volt Csellistának, aki elég sok stresszt végélt 7 éves korától, a tűzónalban, illetve így, hát bot csinált a filmesként, nem egyszerű. De hát kinek az? Viszont ugye az ilyen talán lelkizős, ilyen furcsa lények, mint én, azok hát gyorsan ma hullanak, ez tény. Tehát ez van, és ez a hosszabb szünet, ami most történt itt augusztusban, azért is volt, mert egy kicsit helyre kellett pofozom magamat. És ebben bizony bele számít az is, hogy az embert emészti, hogy nincsen biztonság a háta mögött, de tudom, tudom, én erről beszélek nagyon sokszor a felületeimben, hogy sajnos ez a kulcs, az egyik kulcs ahhoz, hogy az ember szabad legyen. De egy kicsit már unom. Szóval eltelt húsz év, és ezt a stúdiót ki kell béreljem, létre kell hozzam. Nekem a cuccaim, az eszközeim, a profi cuccok mind megvannak, de mindig ez van. Úgyhogy, ha valaki esetleg tud ebbe segíteni, és tud donációt küldeni nekem az OTP számlámra, amit ide kírok, azt szívesen fogadom. Nem nagy pénzekről van szó, de sok kicsi sokra megy. Tehát eh, ahhoz, hogy tudjak mozogni továbbra, és a következő egy-két évben, amíg még bírom, eh, ahhoz ugye a benzint is kell fizetni, egyéb költségek, ezt mindig elmondom, tudjátok, de valahogy, hát, de tényleg csak egy-két ember az, aki, akinek a támogatása miatt tudok én létezni. Már filmeket alkotni ilyen szempontból. Ezt jó tudni, érdemes őszintén beszélni szerintem néha, na de túl sok info magamról, meg én túl sokat beszélek magamról, és titeket az érdekel ott a kamera túlsó vagy a képernyő túlsó hogy jó-jó, de akkor mit lehet tenni? Lehet, hogy a tegnapi videó egy kicsit negatívra sikeredett, de én úgy gondolom, hogy realista volt. Ettől függetlenül azt látom, hogy ha nem vagyunk teljesen materialisták, akkor az a bizalom, ami ott van, az sokat, sokat tud segíteni, hogyha egymást biztatjuk. Rengeteg negatív dömping talált elengem engem tegnap a nagy nézettség kapcsán, amit írtatok levelekbe vagy kommentekbe, viszont közöttük nagyon-nagyon sok pozitív dolog is volt, ami ami nekem is segít, mert az emberben tartja a lelket, ugye? Ez, ez így működik, tudjuk. Viszont a legegyszerűbb dolog, amit lehet tenni, az az, hogy nálamnál okosabb embereket, praktikusabb embereket idézek, hogy a környezetetekben élő emberek felé forduljatok, csöngessetek be hozzájuk, menjetek át hozzájuk, esetleg próbáljátok velük kibékülni, hogyha nem vagytok túl jó viszonyban, mert mindig, mindig van megoldás, és mindig lehet újrakezdeni. Materiális, anyagi szinten, praktikusan szerintem Magyarországon és a környező országokban megvan mindenünk. Tehát bármit meg tudunk vásárolni, meg tudunk találni, el tudunk élni, ahhoz, hogy alkossunk, létrehozunk valamit, egy biodinamikus farmtól kezdve bármit, amit én tapasztalataim szerint láttam eddig, bárhol jártam, bármilyen közösségnél, vagy egyéneknél, hogy az ember maga az, aki a dolgokat hát vagy tönkreteszi, vagy akadályoztatja, és nem megy előre, vagy nem úgy működik, de ezt szerintem tudjátok. Tehát alapvetően én azt vettem észre, hogy a, a jó eredeti gondolatok hiányoznak. Tehát ahogy egyik barátom mondta, itt a dévai asztalos barátomra szeretném megint a figyelmet fölhívni nagyon jó írásai vannak ez ügyben: Miért nincsen magyar IKEA? Ennyi. Miért nem használjuk úgy, a, a, magyar tradícióinkat, és itt most nem itt az öntömjénzős, melveregetős, búvalbaszott, stb. dolgokra gondolok, hanem arra, hogy mint a korondi fazakasságtól kezdve, ezeket modern körtösbe, ahogyan Attila, Muzsi Attila szépen ezt többször leírta, egy tűztet lehetne vele csinálni, és zseniális piacvezető portékákat lehetne létrehozni belőlük. Kapcsolódni kéne. Uh, nagyon jó menedzserek vannak Magyarországon, nagyon jó mesteremberek, iparosok vannak Magyarországon és az elcsatolt területeken is. Uh, van tett erő. Koordináció nincsen, amit én látok. Nincs jó szervezettség. Na most én ugye alapvetően művészember vagyok, erről van diplomám, és, és ezeket csinálom, de rengeteg praktikus dolgot nekem is meg kellett tanulnom. Ezt a dolgot végig kell vinni, ki kell küzdeni, nem megy. Vállalatvezetőktől tanultam csomó olyan dolgot, ami nélkül nem léteznék a mai napig. Tehát uh, muszáj self-education, magunkat kéne edukálni. És ugye szegény dr. Géci Gábor, akinek a hát, gondolatait megint láttátok is, hogy egy nagyon jó verbális tehetség is volt, ezeket mondta el. És praktikusan egyszerre mindenki reagált, hogy aha, fú, ez tök jól És mi történt azután? Mindig idő kérdése volt, hogy az embereknek az emberi minőségük az, ami megmutatja, hogy meddig tudnak eljutni. Tehát alapvetően tanulni kellene először egymástól, és nem szégyen tanulni a profiktól, mondjuk az ellenségeinktől, úgymond, akik például nagy kapitalista vállalatvezetők vagy vállalatok, és ahogy a Rosta Gábor is mondta ezelőtt néhány nappal, ugyancsak kitettem egy korábbi 7 és 14 évvel ezelőtti interjúját, azt sokkal kevesebben néztétek, nem véletlenül a városi kertekről volt szó, mert valami miatt most az annyira nem húsba vágunk még nektek, nekünk, de majd az lesz. És Rosta Gábor fantasztikus tanácsokat, javaslatokat adott, praktikusokat, melyeket szerintem érdemes megfogadni, és és akkor azokat is fel tudnátok használni. Nem nekem kell itt mondani a Frankót, ugyanis mondom, én csak egy bot a filmes vagyok, és az egy más a hogy néha vannak olyan napok, hetek vagy hónapok, amikor hát többen néznek, mint például igen, mint például a jobboldali sajtónak bizonyos termékeit. Ez van. Megint az, hogy mit lehetne tenni jeligére, hogy először is személyes találkozások. Talánkozunk. Gyertek el hozzám a leendő stúdiómba. Uh, ott a szegen, ha sikerül nekem ott létrehozni és kibérelni, ha meg lesz rá a pénz például. Vagy uh, ha nem lesz még, akkor is létrehozom valahogy, semmi gond. Uh, vagy Magyarországon. Oda is járok, mert ingázok Magyarország és Erdély között. Néhányan tudjátok, hogy idős édesanyám miatt ezt tennem kell. Kövessétek az intuíciótokat is, ugyancsak ne kifelé figyeljetek például rám túl sokat, hanem befelé, hogy miben vagytok jók, milyen eredeti ötletek alapján tudnátok fölhúzni egy fantasztikus kis vállalkozást, bármi lehet. Még egyszer, Muzsi Attila, déva asztalos barátomnak zseniális ötletei szoktak lenni, persze a kutya se követi őt, és nem érdekli jóformán senkit, a blogai vagy a rádióadásai, mert van egy rádióstúdió, amit korábban mondtam, én elmentem hozzá, és ezt fölvettem, kint van nálam a Engem rengetegen néztek még mindig, tehát nekem a feladatom az, hogy reklámozzalak titeket. Úgyhogy, ha elküldtök nekem például, van közületek olyanok, akik már uh, fel tudnak mutatni valamit, nagyon szívesen bemutatom. Jöjjön, jöjjetek el ebbe a stúdióba, amiről beszélek és segítsük egymást például azzal, hogy a költségeinket próbáljuk meg közösségi finanszírozással, nem a Patreonnal és egyéb dolgokkal, hanem más módon, sok kicsi sokra megy, azért, hogy tudjunk mozogni, legyen benzinpénzünk, stb. 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 engem kérdezzetek, hogy mit lehet tenni, hanem önmagatokat. Tudom, ez úgy hangzik most elsőre, hogy nesze semmi fog meg jól, nem az. Meg kell szervezzük önmagunkat, és nem előadásokra gondolok nem fejtágítókra, nem köldög Ebből már volt elég a húsz év alatt, és én láttam, hogy akik papolnak fönt a stage a pódiumon, hát azok közül nagyon kevés az olyan minőségű ember, aki egyébként, amikor hazamegy az előadásról és az okításról, akkor úgy is él, ahogyan ezt mondja a nagy, a nagy közönségnek. De erről már sokat beszéltem. Én azt javaslom, hogy használjuk a profi technikát, nem kell szidni a Facebookot, nem kell szidni a többi amerikai platformot, használjuk őket, a mi javunkra. Én a személyes találkozásnak vagyok a híve persze, tehát én bárhol nagyon szívesen elmegyek, próbáltam én erdély veszélykei keresztül és más erdélyi kis településeken, ingyen és bérmentve hosszú végéken médiatáborokat tartani. Ezt déván kezdtem el először, amikor ott kértek föl rá. <laughs> Érdekes volt. A mobiltelefon, mivel mindenkinek a zsebében van, jó lenne fölismerni nekem is, hogy óriási fegyver, jó értelemben, lehet használni, nem kell milliókat beruházni profi cuccokba, hanem bárki otthon el tud kezdeni egy kis vlogger mobil stúdiót készíteni a konyhaasztalon. Van gondolom egy tükör vagy egy lámpa, amit letesz az asztalra, kitámasztja a mobilját, és elmondja a gondolatait, bemutatja, hogy mit tett, vagy hogy kihez szeretne kapcsolódni az az illető. Akár Székely-Keresztúron, akár Budapesten, akár Baktalórádházán, akár Csajága röcsögén. Saját, saját portékákat kéne készítsünk, ahogy Muzsi Attila barátom mondta. Ez lenne az ütős, és ezt profil lehetne készíteni. Szerintem a menedzserek, vállalatvezetők, gyárak, stb. ugrása készen állnak, legyen ötlet. Nincs? Wolf Gábort is elhívtam annak a kulturális kreatívok stúdiójába jó pár évvel ezelőtt, és erről is beszélt be tudom majd később vágni nektek, hogyha nehéz megtalálni az oldalaimon ezt a régi interjút. De millió lehetőség van, tehát mit lehet tenni? Hát az utóbbi x erről szólt. Úgyhogy segítsük egymást. És hogyha szeretnétek, én nagyon szívesen uh, rendszeresebben bejelentkezek ilyen podcast formátumban, innen egy ilyen nappaliból, ahol én most éppen vagyok, útközben megint, de jó lenne tényleg létrehozni együtt veletek egy ilyen stúdiót, ahogy mondtam, akár szegen akár máshol, hogy legyen egy bázisunk, és akkor utána mindenki kisebb stúdiót létre tudna hozni, akár az otthonában, akár a garázsában, az amcsik ezt nagyon jól csinálják. Gyerünk, kellene egy csinálni profin. És nem várni a világ végét, ahogy néha én is szoktam eddig, hanem tenni, tenni, tenni. Na. Úgyhogy most már lassan fölébredek, talán emberi is lesz így a végére, aztán gyorsan megvágom most nektek ezt az anyagot, mert csomószor belesültem a, az agymenéseimbe. Én csak visszatni tudlak titeket, ugyanis azt látom, hogy minden lehetséges. Ha én képes voltam arra, hogy egy ilyen csellista, világtekergő, már akkor is elég sok emberrel találkozva, most így, 33 éves korom óta, kamerával rohangálok, mint egy mérgezetegér a világban, és leteszek az asztalra bizonyos dolgokat, és ennyi embert megmozgat, ennyi embert inspirál, néhányat dühössé tesz, ami nem baj, mert az is egy jó energia tud lenni, akkor én azt mondom, hogy keljünk fel minden nap, amikor gyengén összehullanánk esetleg, erősítsük egymást. Lehet, lehet, lehet. Én is egy példa vagyok arra, hogy lehet. Aztán majd úgy is találkozunk. Legfeljebb a küszöbön túl egyszer. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!